Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás április 14-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Ezen a képen látható egy szerelmes pár, és az azt jelenti, te szereted őt, és ő szeret téged, mivel ez a gondolata így ezzel ő most tudatában van. És most megtekintjük a következő kártyát, ami utal az érzelmeire. Ezen a képen láthatjuk azt, hogy ő kicsit vacilál. Nem az érzelmek miatt, hanem az anyagiak miatt erre utalnak az arany érmék. Lehet, hogy ő még egy párkapcsolatban van, és nem tud ebből kilépni az anyagiak miatt. Amit még ez a kártya mutat, ezek az értékek. Ezek lehetnek belső értékek is. És ha ő sebzetnek érzi magát a múlt miatt, vagy megsértődött, akkor előfordulhat, hogy ő még várakozik, mielőtt kimondaná azt, hogy szeret téged. És most megtekintjük azt, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Fontos döntéseket fog hozni, szeretne valamit veled tisztázni, és beszélni akar veled, ez a kép utal a levegő elemére, ami a kommunikációt jelenti. És most megtekintjük a napi kártyát. Ennek a kártyának két jelentése van. Egyrészt utal változásokra, megújulásokra, van gyógyító hatás is. De ez a kígyó szimbolizálhat egy nőt. Vagy van még egy párkapcsolata az anyagiak miatt, és ez a hölgy figyel benneteket, de lehet ez az anyukája is, vagy egy ismerős, tehát nem kell itt párkapcsolatra gondolni, inkább arra gondoljatok, amit az első kártya mutatott, hogy ő szeret téged. És most áttérek az asztrológia területére. Bizonyára tudjátok azt, hogy én az indiai számítás szerint az indiai asztrológiával dolgozom, ez más, mint a mi általunk ismert asztrológiánál, mert az indiai asztrológusok, ugyanúgy, mint az asztronómusok is, figyelembe veszik azt, hogy a tavaszi pont elcsúszik. Így az indiai számítás szerint a nap a mai naptól kezdve a kos jegyében van, mutatja a havi témát, és a kos jegye utalhat most egy új kezdetre. Mars bolygó is átlépett a határon, és a mai naptól az ikrek jegyében mozog. Ez különösen a férfiakra hat ki, most megvan ez a könnyűség, van mozgás, és keresik a beszélgetést, valamit szeretnének közölni veled, vagy kíváncsiak arra, hogy te mit szeretnél mondani. A nap és Mars bolygó között van egy szextil kapcsolat, ami harmonikus. Az mutatja az erőnket, a bátorságunkat nálunk, hölgyeknél is, de kihat a férfiakra is, megvan az életerő, és ami a férfiaknál most fontos, hogy odafigyelnek valamire, vagy kiderül az igazság. A hold a határon van,
a kos jegye és a bika jegye között az indiai számítás szerint. A hold az Ashvini holdházban van, ami a gyógyító erőre hat. A mai napon át kell ezen a határon, és akkor a bika jegyében lesz. Holnap eléri a felfele mozgó holdcsomót, Ráhut, ahol lesznek kármikus témák. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!